Lévén június eleje és hétfői kora délután még bőven van hova letennünk a törölközőt a strandon, valamint a hűvösben is kényelmesen elférünk. Az iskola év azonban közeledik a végéhez, valamint a vizsgaidőszakok is el fognak múlni, így az állandó látogatókhoz egyre több strandoló fog csatlakozni. A parton még főleg csak napozókkal találkozhatunk, mivel a víz hőmérséklete továbbra is alacsony. Sedám stepeni, bio sam pred dva dana hladno. Inače ja počinjem sezonu obično krajem aprila. Ovakvu godinu ne pamtim. Za moji 79 godina ne pamtim ovakvu proleće. Ozbiljno, ne pamtim. Uvijek je maj bio divan. Ebben az időszakban leginkább szülőkkel és gyermekeikkel találkozhatunk, valamint a nyugdíjasokkal és unokáikkal. Imamo kabinu zbog toga što svaki dan dolazimo, jer tu onda imamo stolice, sto i tako. Donesemo i ručak pa ugrejemo, ostajemo ceo dan kad je lepo vreme. A inače mi smo tu preko cele zime, mi svaki dan dolazimo i kad je hladno, prošetamo. Tu se na ulazu su nam dozvoljavali nekad taj neki prostor gde smo mogli da skuvamo sebi čaj i kafu i tako. Nem csak rekreációs, hanem szórakozási lehetőségeket is nyújt a fiatalabbak számára a strand. Sokan a kávézók helyett inkább ezt választják. Čim imam nekog slobodnog vremena, volim da dođem malo na strand, lepa atmosfera, malo kupamo se, sunčamo i tako. Leti, čim ono vikend dođe, malo na strandić, to je to. Minden hét első napja a strandon humanitárius hétfő. Ilyenkor ingyenes a belépő, és adományokat gyűjtenek ritka egészségügyi gondokkal küzdő újvidéki fiatalok megsegítésére. Baš mi komentarisali drugarija, ono kako je baš lepo i od grada i od štranda što se bavi takvim akcijama i ono podržavamo to zaista. I priložili smo mi malu donaciju, ono skromno koliko smo imali, ipak ono kupili smo tu dve vode i kolu, pa šta je ostalo. I treba, zaista podržavam to. A strand pénztára minden nap reggel 8-tól este 7-ig dolgozik, a napi belépő pedig 50 dinár. A folyó és a kávézók mellett hamarosan különféle programok is várják majd a látogatókat.